Figyelmeztetett a jegybank augusztus elején szervezett adathalászatra hívta fel a figyelmet több nagy hazai pénzintézettel kapcsolatban az MNB. Az adathalászok ugyanis bankok oldalaihoz hasonló hamis oldalakat hoztak létre, bankszámlaszámokat, netbank azonosítót és jelszavakat kértek el. Előfordult az is, hogy e-mailben küldött link segítségével próbáltak adatokat ellopni az ügyfelektől. A témát itt a stúdióban igazságügyi szakértővel, informatikai szakértővel folytatjuk be. El az oltát, köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm, és köszöntöm a nézőket is. Itt azt gondolom, hogy a figyelmeztetés teljesen egyértelmű. Vigyázzunk az értékeinkre, vigyázzunk a pénzünkre, és ezt tegyük meg úgy, hogy azzal a bankkal, akivel kapcsolatban állunk, az, az a, annak a honlapját ismerjük, és ne döljünk be annak, hogyha mindenfajta más egyéb oldalakon, oldalakon vagy e-maileken tőlünk adatokat kérnek. A bankok ismerik az adatainkat, nem fognak tőlünk jelszavakat kérné, login neveket és más egyéb azonosítókat, hiszen a valódi honlapunk, honlapunkon meg kell adni az azonosítót, meg kell adni a jelszót, és a bank minden adatunkat, például a folyószámlánkat is tárja. Minden más egyéb kérdés gyanút, legalábbis gyanút kell, hogy kell csendbenünk. Azok, akik rendszeresen használják a netbankot, mindezt tudják. Mégis hol van meg a veszély annak, hogy valaki átverhető, és tényleg ezeken az oldalakon megadja a személyes adatait, vagy megadja ezeket a jelszavakat? Miért lehet könnyen csapdába esni? Hát ez az emberi hiszénkenségből adódik. Aki gondos, az meg fogja nézni, hogy mi történik körülötte. Aki viszont egy olyan e-mailt kap, vagy egy olyan honlapra téved, ami szerinte a banknak a honlapja, hogy most valami katasztrofális esemény történt, most azonnal adja meg a jelszavát, a számát, vagy bármilyen olyan adatait, amivel azonosítani tudja magát, mert ha nem, akkor a banki rendszer összeomlik, vagy éppen tévedni fog, tehát sürgősen intézkedjen. Most ezek a szavak, ezek már önmagukban gyanúsak. A bankok azért nem híresek arról, hogy ilyen leveleket küldözgetnek a ö, ügyfeleknek, hiszen az ő nyilvántartási rendszerük, azonosítási és védelmi rendszereik ö, nem így működnek, hanem arra vannak felépítve, hogy az ügyfél nyugodtan bejelentkezik, nyugodtan megadja az adatait, és megkapja rájuk a választ. Ezek a sürgető levelek a hiszékeny emberek pszichikumára hatnak, és semmi másra. Az, aki ezt elolvassa, és talál benne magyar nyelvi hibákat, hát az először is tegye a kukába a levelet, ne is foglalkozzon vele, és első adandó alkalommal értesítse a bank ügyfélszolgálatát. Tudnak-e olyan esetekről, amikor megtörténik egy-egy ilyen adathalászat, vagy akár meg is károsítják a banki ügyfeleket, vagy másfajta szervezetnél is előfordult ez már természetesen? Na most ezek banki titkok, ezekről De. mi nem tudunk. Mi kizárólag azokat a másodlagos információkat halljuk, azokkal rendelkezünk, hogy egy ilyen oldal megnyílt, és a, a bank az értesíti az ügyfeleit, hogy ez megtörtént adott esetben, vagy nagyon gyorsan intézkedik az ügyben, hogy ez az oldal megszűnjön. Ezek a természetes és gyors reakciók. Tehát igazából nincs rá mérőszám, és szerintem a bankok ezek üzleti titkokként is kezelik őket. Viszont a bankok rendszeresen találkoznak ilyen adathalászokkal, és ezeknek nagy része, vagy egy része nem kerül ki. Nem kerül ki úgy, mint augusztus elején, amikor figyelmeztették az ügyfeleket. Milyen védelmi rendszerük van, milyen biztosítékaik vannak? Hát a bankok nyilván nem fogják elég a védelmi rendszerüket, hiszen a védelmi rendszer elárul, a maga után vonja a sérülhetőségnek a növekedését. Azt azért tudni kell, hogy ott is informatikusok dolgoznak, és megtesznek mindent azért, hogy ezek a védelmi rendszerek, ezek komolyak, erősek. itt vannak szűrők, én erre voltam Igen. vagy szűrők. Itt tulajdonképpen a Rés a pajzson elv érvényesül, van egy pajzs, van egy védelmi rendszer, Ezeknek, ezek a védelmi rendszereket az informatikusok fölépítik, több részbe, és az adathalászok, vagy azok, akik ezt megpróbálják föltörni, keresik rajta a kiskapukat. Mivel semmi sem tökéletes, valami fajta kapaszkodót találnak, Általában, és most már elmondható, hogy szinte, szinte csak és olyan szempontból, hogy megalkotják ezeket a honlapokat, megírják ezeket az e-maileket, és várnak arra, mint a pók a hálójába, hogy a naív, hiszékeny emberek belesétáljanak. Jó, hogyha pénzügyekről még egy picit beszélgetünk, hiszen a múltkor is a netes vásárlás kapcsán azért erről beszélgettünk. Ugye a banki adatainkkal, a bankkártyánk adataival internetes vásárláskor fölmegyünk az internetre, ott vannak az adataink a világháron, és nagyon sokszor ezzel is visszaélhetnek. Ezeket a hibákat, vagy ezeket a bakikat hogyan tudjuk kikerülni, vagy kiküszöbölni, hogy még véletlenül se essünk ilyenkor is adathalászok kezébe? Nos, hát ö, szögezzük le, hogyha a bankkal állunk kapcsolatba, akkor az, azok az oldalak biztonságosak. Nagyon sokszor az internetes vásárlásnál nem is az internetes oldal hitelesít utána minket, hanem van az, van, vannak ezekre a hitelesítésekre szerződött ügyfelek, ami több bankkal, mondjuk Visa, Mastercard, tehát ez nem reklám helye, de valamit azért példaként mondanunk kell, kártyatulajdonosokkal, kártyakibocsátósokkal rendelkez, tehát kapcsolatban állnak, és ez a kapcsolat, ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy átkerültünk erre a közbens oldalra, már ugyanolyan biztonsági protokollokkal hitelesítenek minket, mint hogyha közvetlenül a bankkal állnánk kapcsolatba, és az a hely és a bank pedig még magasabb szintű kapcsolatban áll egymással. Tehát nyugodtan tehát nem minden áron, de nyugodtan ezeknek megadhatjuk a bankszámla és megadhatjuk azokat a kódokat, amiket ő, amiket ő kér. Amit ne tegyünk meg, ismeretlen oldalaknál, ismeretlen e-mailekre, teljesen ö, is, vadidegen, bár az eredetihez nagyon hasonlító ö, szövegezésű honlapokon ö, megadjuk ezeket, legyünk bizalmatlanok, egyértelműen legyünk bizalmatlanok. Kizárólag ez biztosít minket arról, hogy nem lopják el az adathalászok, tehát tulajdonképpen ezek, ezek személyes adatokkal való visszaélések. Az adatainkat. Nagyon jó, hogy említette személyes adatok, mi számít személyes adatnak, és egy picit áttérhetünk arra, ahol leginkább kitesszük a személyes adatainkat, azok a közösségi oldalak, de ki is mondhatjuk szerintem, hogy a Facebook, mert azt mindenki használja, uh -huh. megdöbbentő, hogy hány évre visszamenőleg látja a Facebook, hogy mi Itt mit csinálunk ezen a felületen, tulajdonképpen, és vissza is tudja listázni nekünk. Hát egy nagyon megdöbbentő hírrel kezdeném, már a nevünk is személyes adat. Ha lehet, akkor azt ne adjuk meg. Természetesen ez bizonyos pozícióban a kapcsolattartás bizonyos szintjén ez nem, megenged, nem megtagadható, meg kell adni a nevünket. De azért spóroljunk az összes többi adattal. Lakcím, telefonszám, születési év, anyja neve a szülők adatai, vagy éppen olyan egyéb más szenzitív adatok, nem beszélve a bankszámra a tajszámról, az adóazonosítóról, ha ezeket mind megadjuk, akkor tulajdonképpen minket személyesíteni tudnak. Ezeket nyilvános adatként szerintem nem adják meg, tehát a privát A Facebookon nem, de máshol kérhetik. A Facebookon nem, de máshol kérhetik. Tehát globálisan nyilvánvaló, hogy a Facebook is megtesz mindent azért, hogy ezeket az adatokat maximálisan védje. De mondjuk, ha ezekből az adatokból valamit megadtam egy privát üzenetben, egy chatfalon, ez is visszakereshető, vagy ezt is látják? Csak a saját példámmal tudok élni. 2000 9 vagy 8 óta vagyok fönt a Facebookon, és múltkor kísérletképpen igazából a játékból lekértem a Facebookról a saját adatsoromat, hát megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy a legelső bejelentkezésem IP címe óra, perc, másodperc pontosággal, utána jelszóváltoztatásom óra, perc, másodperc pontosággal megvan, és megvan minden olyan adatom, amit úgy nagyjából a Facebookon én cseteltem, és, és posztoltam. Keveset vagyok fönn, tehát kevés adatom van. Akinek több adata van, annak nyilvánvalóan nem a korlátlan adatot küldik le, hiszen az egész úgy működik, hogy kattintok egyet a Facebook oldalamon, egy megfelelő hitelesítés után az e-mail címemre küldenek egy állományt, amiben az összes ilyen adat megvan. Ha másképpen nézzük, és le akarjuk kérni a saját adatainkat, akkor a Facebooknak az európai részéhez kell fordulni, aki biztos, hogy meg fogja adni a teljesed. Hát itt azért már lehet ö, szemezgetni, és kicsit meg is lehet döbbenni, hiszen nem csak azok vannak fönt, amiket én föltettem, hanem azok is, amiket letöröltem. No, nagyon szűkös az időnk, de hogyha néhány tippet adna, amivel meg lehet akadályozni az adatlopást, akkor mi az a három-négy dolog, amit kiemelne? A legeslegelső, legyünk bizalmatlanok. Második, nézzük meg, hogy ki, mi, ki az, amit kér tőlünk, és mi az, amit kér tőlünk. Tudomásul kell venni, hogy azok a lapok, amik minket nyilván tartanak, nem kérik be még egyszer az adatokat. És még egyszer legyünk bizalmatlanok. Más nem tudok mondani. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Szívesen.